totálkár erőmérő soron következő autója az én céges autóm. Egy Mondeo hibridről van szó, egy egyszerű 2000-es benzines motorja van, egy műves hibrid áttételle, és természetesen a mozgáshoz az elektromos energia is hozzájárul. Hogyan is néz ki egy ilyen autó? A leginkább izgalmas rész az a motorháztető alatt található sok rokonságot lehet találni a jól ismert Toyota hibrid rendszerével, ugyanis az alapok közösek voltak. Több mint 20 éve egy közös fejlesztés után a Ford eladott mindent a Toyotának, aki ezt eléggé művészi szintre fejlesztette. Ez az konstrukció nagyban hasonlít ahhoz, van egy egyszerű benzinmotorunk, egy vezérműláncos, szívócsőbefeskendezéses, 16 szelepes szerkezet, végtelen egyszerű, még Éksi is sincs rajta, hiszen minden elektromos a meghajtású, ilyen a szervó, a klímarendszer, sőt, még a vízszivattyú is. Az igazán izgalmas része az a hajtásláncban az erőknek az elosztása. A soros és párhuzamos hibridekről is hallottunk már, ez egy mindkettőt egyesítő, úgynevezett power split technológia. Magyarul a benzinmotor mindig egy optimális tartományban működik, és ha fölösleges energiát termelne, azt elektromos áramként eltároljuk, ha pedig a motor nem ad le kellő energiát, mert nem ott működik gazdaságosan, akkor pedig ezt az villamos energiát visszanyerjük, és az is hajtja a kerekeket. A rendszer összteljesítménye az a katalógus adatok szerint 187 lóerő ennek fordulatszámot nyilván nem nagyon lehet megadni, hiszen a elektromos maximális teljesítménye és a benzinmotornak a maximális teljesítménye nem ugyanott ébred, illetve sok más tényezőtől is függ, például a töltöttségtől, hogy melyik állapotokban érjük el ezt a maximális teljesítményt. A katalógusban szintén megtaláljuk, hogy 300 Nm-es nyomatékkal rendelkezik ez a hajtáslánc. Megint a hajtásláncról beszélek, hiszen az elektromos és a benzines együttese ez az érték. Itt sem nagyon van értelme megadni, hogy milyen fordulatszámról beszélünk, hiszen nekössük a benzinmotorhoz, nekössük az elektromos motorhoz. Nagyjából a hajtásláncról beszélünk, tehát az a nyomaték, ami utána majd a kerekekre kerül, az nagyjából 300 Nm. Nagyfeszültségű rendszerről beszélünk. Ennek a nagyfeszültségű rendszernek van egy akkumulátora, ami a csomagtartóban található, és amit meg is mutatok. a csomagtartónak egy részét elfoglalja ez a nagyfeszültségű feszültségű akkumulátor, különböző burkolatok alatt található, ez nagyjából egy védett helyen van, elég biztonságos az elhelyezése, és a nagy feszültségű akkumulátor is kapott hűtést, tehát van aktív hűtése, fűtése. A hűtés az egy érdekes dolog, nagyon sokszor lehet hallani mindenféle rapidgét és mindenféle botrányról. Ennél az autónál gyakorlatilag az utastérnek a temperált levegőjével oldják ezt meg. Ugye az utasok valami átlagos hőmérsékletet kívánnak 20-25 fok között, és azt vezetjük keresztül az akkumulátoron. Nyáron ez természetesen azt jelenti, hogy lehűtöttük a belteret, télen pedig fűtjük, így nagyjából mindig ideális hőmérsékleten tartható az akkumulátor, ezáltal a kapacitása is, illetve a maximális ledott áramerősség is mindig nagyjából közel azonos. Nézzük meg egy ábrán, hogy hogyan is működik ez az erő elosztás. Egy nagyon szemléletes kis ábrát adott nekünk az autó segítségkép. Van egy akkumulátorunk, amit az előbb megnéztünk. az első kerék hajtott, és arra egy elektromos motor van közvetlen összeköttetésben. A egy darab bolygómű egy változó átétellel, amit egy másik villanymotor valósít meg, hajtja meg a kerekeket, illetve ez hozza létre, a belső égésű, tehát a benzinmotor közötti kapcsolatot. E, nagyon egyszerű a szerkezet: sem kuplunk, sem egyéb sebességváltó nincs benne. A hátramenetet is a villanymotor forgásirányváltásával hozzák létre. Egy állandó mágneses, a szinkronmotor van benne, tehát a motornak a fordulatszámát, ezáltal az autó sebességét is ezzel a vezérléssel, a frekvencia változtatással oldjuk meg és gyakorlatilag nem igényel karbantartást. Nem találtunk még ilyen autó méréséről sehol sem anyagot. Az igéret 187 lóerő, nézzük meg, hogy mit tud ez a valóságban. mit mutat az ábra. A teljesítmény az nagyjából hozta a gyári értéket a mérési pontosságon belül, itt 184,3 lóerőt kapunk, és a görbe az valóban érdekes. Látszik, hogy az elektromos rásegítés hatása mennyire jó ki tudja simítani a görbéket, ugye a kék az az eredeti kerékemmért teljesítmény, a piros, az pedig a normára visszaszármaztatott teljesítmény, ami lényegében a veszteségeknek a korrigálásával adódik. És az azt jelenti, hogy ugye a benzinmotor fordulatszámához most nem viszonyíthatunk, tehát a viszintes tengelyünkön a keréksebesség, a járműsebessége szerepel, nem a motorfordulatszám. A 100 km per órától egészen a végsebességéig nagyjából azonos teljesítményt ad le az autó, tehát már 100-nál rendelkezésünk rá 170 lóerő, ezt nagyjából érezni is, hogy ott azért még egész jó gyorsul. Hogyan lehetne ezt visszafordítani nyomatékra? Hát egyszerűen sehogy mihez viszonyítanánk? Sem a motorhoz, a benzinmotorhoz, sem a villanymotorhoz nem tudnánk közvetlenül. Ebből azért feltételezhetjük, és a gyorsulási adatokkal is alá tudjuk támasztani, hogy az a 300 Nm körülbelül, amit ír a könyv, az nagyjából azt az érzést kapjuk. Azt érdemes elmondani, hogy ez az autó egy első kerékhajtású, és mind a elektromos, mind a benzines motor ereje, az az első kerekekre adódik. Ez azért egyszerűsítette a mérést. Abban az esetben, ha a hátsókerék is hajtva lenne, mondjuk külön elektromotorral, akkor egy picit bonyolítaná, és talán nem biztos, hogy bele tudnánk vágni egy ilyen mérésbe, de semmi nem lehetetlen, ki tudja, mit hoz a jövő. Úgyhogy a mai adásunknak ez a hibrid Mondeo bebizonyította, hogy meg tudjuk mérni, és nagyjából azt az adatot kapjuk, ami a gyári érték. Erőmérő sorozatunk következő autója, ez a Full Aluminium A8-as lesz, 3 as w W12-es motorral. Ha kíváncsi vagy, hogy mit tud a padon, én nagyon kíváncsi vagyok, akkor iratkozz fel a totálkár YouTube csatornájára, és mindenképp nyomd meg az értesítést ikont. Köszönjük!